kérletre. Fogalmam sincs. El fogok késni. A zsebedben nézted. Megvan. Kétőre jövő sietni kéne. Indul a hét, hol van a vége. Mennyire változik neki a szeretni fogom. Böszörményi Gyula, József Attila díjas író 5 kötetet készített az ifjúsági regényből, a Loser Rádió Budapestből. A sorozat első 3 részéből kerül ki a színdarab, amelynek középpontjában egy család áll, akik a budapesti 8. kerületbe költöznek. A történet napjainkban játszódik, igazi helyszíneken, mai kamasznyelven, mert inkább a gyerekekhez szól. A mű főhőse Márk, aki a bérház padlásán egy öreg adóvevőre bukkan. Úgy gondolja, nem hallja senki, így elkezdi az éterbe szórni családja kalandjait, melynek során nem csak barátokra lel, de még egy bűnügyet is sikerül felderítenie. A darabban számos vendégszínész szerepet kapott, köztük Kék Kovács Mara is, aki a Budapesti Operett Színház társulatát erősíti. Nagyon jól dolgoztunk együtt, úgyhogy alig várjuk, hogy beüljön holnap délelőtt a közönség, és leteszteljük magunkat, hogy hogyan működnek a hát minden az égvilágon, hogy működnek a dalok, mik azok a poénok, amiknél ki kell várni, mik azok, amiken kicsit túlhaladhatunk. Ez egy nagyon izgalmas, ez egy vicces darab, úgyhogy ilyenkor nagyon fontos az első közönség, hogy megérezzük az előadásnak a ritmusát. Jó napot, Kukec Marcel! Az anyja szemét, tehát akkor mi egybetűhelyen rokonok vagyunk. Hogy? Kukec, engem is így hívnak. Somogyi Szilárd, a darab rendezője egy régi munkatársát, Bori Tamást kérte fel zeneszerzőnek. A gyerekszereplőket a Valahol Európában című előadásból választotta ki, akik dunaújvárosiak, így képviselhetik a színház a városért elvet is. A budapesti embereket, járókelőket, tömeget pedig a táncszínház tagjai biztosítják. Egyszerű az egész történetnek a világa, ugye a jelmezek mai jelmezek, a díszletek pedig jelzés értékűek, és hát egy ilyen furcsa létravilágba képzelte el Gyarmati Ágnes ezt a művet, és pusztán a helyszíneknek a bútor jelzésével, és amit hozzá tudtunk varázsolni, az egy izgalmas világítási effekt sor, amivel remélem, hogy nem sűrűn volt szerintem még ilyen Dunaújvárosban. A színdarab sikerét biztosítja, hogy a regénysorozat kiemelten népszerű a 10 éves olvasók körében. Egy naplóregényből musicalt készíteni nehéz feladat, a színházi csapat számára igazi kihívás. A zenésmű megszületése friss és újító szándékkal jön létre, mind a nyelvezetében, zenéjében és színpadi megoldásaiban is. A Loser Rádió Budapestet a Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatja. A főpróbát bővebben a pénteken induló Kultúrközt című magazin műsorunkban láthatják majd.